első évértékelőjében Donald Trump az összefogást sürgette. A magyar idő szerint hajnali 3 órakor elhangzott beszédében az amerikai elnök a gazdaság mellett a bevándorlásról is szólt. Emellett Trump felhatalmazást kér a terroristák elfogásához, bárhol legyenek is. Hatalmas taps, készfogások, ünneplés, így vonult be az amerikai elnök. Donald Trump első évértékelő beszédét tartotta a kongresszusban. Azt már korábban mondta, hogy a biztonságos, erős és büszke Amerikáról fog beszélni. Az elnök összefogást sürgetett, azt mondta, idézem, tegyük félre nézeteltéréseinket a közös pontok megtalálása érdekében. Donald Trump szerint ilyen összefogás kell a bevándorlás reformjához. Mint mondta, lehetőség van arra, hogy állampolgársághoz vezető utat teremtsenek azoknak, akiket gyermekként illegálisan vittek be az Egyesült Államokba. Cserébe ismét azt kérte a demokratáktól, hogy támogassák a déli határfal megépítését, amely kampányának egyik fő ígérete volt. Trump sürgette a vízumlottó gyakorlatának felszámolását, és helyében érdemeken alapuló bevándorlást szorgalmazott, valamint állást foglalt a családegyesítés címén zajló bevándorlás ellen, kivételként említve ugyanakkor a házastársak és kisgyermekek esetén. Az ország védelmének kérdéseire kitérve hangsúlyozta, hogy kormányának szüksége van minden felhatalmazásra, hogy a terroristákat bárhol őrizetbe vehesse. Trump egyúttal megerősítette a Fehérház bejelentését is, miszerint utasította védelmi miniszterét az amerikai haderő fogolypolitikájának felülvizsgálatára és a Kuba szigetén lévő Guantanamo-i börtöntábor további működtetésére. Egy szakértő szerint az amerikai elnök határozott lépéseket kíván tenni az illegális bevándorlás megfékezéséért. Elkezdendő hónapok vitái az Egyesült Államokban az átfogó bevándorlási törvény kidolgozásáról fognak majd szólni, melyeknek az elfogadása esetén jelentősen visszaszorulhat az Egyesült Államokba irányuló illegális migráció. Az amerikai elnök beszédében szorgalmazta a hadsereg, valamint a nukleáris fegyverzet fejlesztését. Szerint az erős hadsereg jelenti a legbiztosabb védelmet az ellenséges rezsimekkel, a terroristákkal, de még a rivális országokkal, Kínával és Oroszországgal szemben is. A századvég vezető elemzője azt mondta a Mokkában, hogy Trump beszédében Észak-Koreának is üzent. Észak-Korea számára világosra tette, hogy nem zárja ki továbbra sem a katonai megoldást. Inkább általánosan értelmezném a hadseregreformot, illetve a hadseregfejlesztését. Ez is egy nagy ígérete volt Trumpnak. Klasszikus konzervatív politika egyébként ebben a tekintetben is, amit a Trump adminisztráció visz. A gazdasággal kapcsolatban az amerikai elnök megjegyezte, a megválasztása óta 2,4 millió munkahely jött létre, és a részvénypiacok folyamatosan csúcsokat döntöttek. Donald Trump azt ígérte, hogy az amerikaiak milliói fognak jövő hónaptól nagyobb fizetést hazavinni, annak a nagyarányú adócsökkentésnek köszönhetően, amelyet tavaly évvégén iktatott törvénybe. Trump beszédét többször is zúgó taps fogadta a republikánusok oldaláról, míg a kongresszus demokrata tagjai többnyire csöndben fogadták kijelentéseit. A beszéd után nem sokkal a CNN nyilvánosságra hozta felmérését kérdezettek 48%-a nagyon pozitívnak értékelte Trump beszédét.